ezelőtt 10 évvel Mariafalván az egyházközségében volt egy ilyen kórusom, és Kökösből egyedül a tiszteletest ismertem, Kovács Levente tiszteletest, és az elmondások szerint szerettek volna ők is egy énekkart, hiszen Kökösben volt múltja régebbről az énekkarnak, de egyszerűen abba maradt, és újra szerették volna fiatalokkal, idősekkel körültve ezt a dolgot újraítani. Felhívott, és gyorsan igent mondtam erre a felkérésre, hogy miért ne lenne közel van a település, és miért ne lenne az embernek két kórus, amit vezet. Részemről nehézség volt az, hogy nem igazán ismertem Kökösbe senkit. Ez a kórusoknak volt mindig a feladat, hogy feltérképezni a közösséget, megszólítani azokat az embereket. Ugye általában a lelkipásztorok részt vettek ebbe az életbe. Annak idején Bíró Attila, aki a unitárius lelkész volt, hogy Kovács Levente tisztelt, ismerték a közösséget, hogy kik azok akár a templomba szépen énekelnek, és ők szólították meg igazából, tehát a toborzás az ők feladata volt mindig. De ez valahogy működött, tehát az emberi kapcsolatokon belül, akár egy-egy családon belül, hogyha jött el az anyuka, akkor elhozta majd a férjet, vagy elhozta a gyerekét a kórusba. Tehát ezért mondtam azt, hogy itt mindig egy ilyen családias hangulatot éreztem, mert olyan is van, hogy egy családból 3 ember énekel az énekkarba. Persze nem egyszerre jöttek be, de egymásnak elmondták a hírt, hogy jó itt együtt lenni, megéri ezt csinálni, fel kell vállalni, és így alakult a kórusnak a létszáma, vagy az összetétele mindig. Nagyon rövid időn belül kiderült az, hogy egy nagyon lelkes, nagyon befogadó közösségbe cseppentem. Nagyon sok szeretetet kaptam tőlük, megértést, és az éves során tényleg nagyon sokat változtak az énekkari tagok, de az alapemberek azok nagy részben ott maradtak. Ugye, ahogy elmondtam, kb. 32 ember az, aki bejárt a kórusba, és majd kilépett belőle, volt, aki időszakra lépett ki, visszajött. És tényleg egy kihívás volt az, hogy a szomszéd közösségen belül, ahol igazából nem ismerek majdnem senkit, ezt felvállalni és ezt elindítani nagy munka volt. De hál' Istennek, hogy a gyümölcse megszületett, és úgy érzem, hogy ennek a 10 éves munkának eredménye van. A repertoárt azt mindig az adott fellépéshez szoktuk mérni. Tehát a falunapokra mindig népdal feldolgozásokat, népdalokat éneklünk, ami egy lazább műfaj, de amellett egyházi és világműveket is szoktunk énekelni. Ezek a fellépéseiken belül szokott szerepelni általában évente egy 2 kórus találkozó, amire elmegyünk. Karácsonyi koncertünk van, a 10. alkalom volt az idén, március 15-én szoktunk énekelni, és az IFAV énekkarral most már lassan, hogy mondhatom, ilyen testvérkapcsolatunk van, mert karácsonykor ők jönnek át ide a karácsonyi koncertre, és a március 15-i közös alkalommal IFAV-ban a kökösiek jönnek, és ez egy kicsit ilyen testvérkórusnak is tekintjük egyik a másikat, mert mi összejárunk évente 1-2 alkalommal. A kórusnak a mozgatórugója igazából jelen pillanatban a polgármesterhivatal, de viszont a kórustagok is saját havi hozzájárulással a kórusnak a működéshez hozzájárulnak, és minden hónapban egy tagsági díjat vezettünk be, amit befizetnek, és ezt önként teszik, rendszerességgel fizetik, és egy kiszállásra vagy szervezés esetén ehhez a kórus alaphoz mindig hozzá lehet pluszba nyúlni. További terveink ugyanezt a csapatot, ha lehet megtartani, és az énekben való fejlődés az, ami nekem az egyik legnagyobb célom, hogy egyre jobban, egyre színvonalasabban tudjon ez a kis csapat énekelni, ugyanebben a jó hangulatban, ugyanebben a szeretetben, egyetértésben, ahogy eddig is működött. Én mindig nagy örömmel jövök Kökösbe kóruspróbát tartani, és egy életformává vált ez a kökösi ingázás, mert mindig nagy szeretetet kapok itt tőletek. Bánatban, ha kell, támogatást kapok, örömben, és lassan úgy érzem, hogy egy kis család lettünk. Azon a családon belül mindenkinek megvan a saját helye, a saját szólama, és egy olyan közösség, ez a kökösi harmónia vegyeskar, amely úgy érzem, hogy ritka. Most, amikor bent bejött Bíró Attila tiszteletes úr, és azt mondja, hogy fú, milyen jó társaság, akkor azt jelenti, hogy az ő emlékeiben is ugyanazért, ami bennem megfogalmazódik és érzem, hogy tényleg egy nagyon jó társaság ez, aki itt együtt időt áldoz arra, hogy a közösségnek valamit nyújtson a kultúra terén, akár ha kell otthon adja a családot, gyermeket, szülőt, bárkit, és idejön, és idejét feláldozza, és rendszerességgel a közösség asztalára megpróbál letenni valamit. Nagy öröm számomra ez a mai nap, úgy állni meg itt ma a kórustagokkal együtt, hogy visszaemlékezzünk arra az elmúlt 10 esztendőre, amit közösen töltöttünk el,
hiszen az egyik alapító tagja voltam, és vagyok ennek a kórusnak, és úgy az emlékezetemben benne van 10 évvel ezelőtt, amikor kezdtük beszélni, tárgyalni, hogy jó lenne egy kórust alapítani, és amikor felhívtam a kantor urat, és egyértelmű választ adott, hogy igen, fogja vállalni, és el fog jönni ezért a közösségért, meg fogja ezt tenni. Minden percének örülök az odaállásért, bár most az utóbbi időben én is egy kicsit kimaradoztam az elfoglaltságaim miatt, de azért jól esik ez a 10 esztendőre úgy gondolni vissza, hogy ott voltak az ismerős arcok, ott voltak a barátok, ott voltak az énektársak, kartársak, akikkel együtt tudtuk kifejezni örömeinket, bánatainkat, és valóban oda tudtunk figyelni egymásra. Amikor ezt a 10 éves élményt próbálom meg összegezni, 2 dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik dolog az az, hogy közösen. Úgy érzem, hogy nagy fontossággal bír az, hogy közösen tudtunk együtt lenni a kórustagok jóban, rosszban. Sok próba közösen, sok fellépés közösen, sok szórakozás, de közösen. Tehát így tudtuk megélni a közösségi élményünket, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hiszen a mai társadalmunkban egyre inkább tönkre mennek a közösségek, mi pedig helytállóan kiálltunk ebben a 10 esztendőben, és valóban egymással válvetve közösen valósítottunk meg sok-sok dolgot. A másik, amit el szeretnék mondani, az az egymásra való odafigyelés. Hiszen sokszor azt mondjuk, hogy könnyű egy kórusba énekelni, valóban így van, aki megszokta és aki szereti. Könnyű énekelni, de mindenkinek oda kell figyelni a másik emberre. Van szólamtársam, rá kell figyelnem. Van más szólam, rá kell figyelnem. Van karnagy, rá kell figyelnem. Van közönség, oda kell figyelnem. És nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon-nagyon megtanultunk egymásra odafigyelni, szinte lehetne mondani, hogy egymásra hangolódtunk, és ez is úgy érzem, hogy szükséges ebben a mai világban, hiszen nagyon-nagyon kezdtünk magányosan élni, amikor nem igazán próbálunk meg a másik emberre odafigyelni. És ez a kórus megtanított minket arra, hogy merjünk nyitott szemmel járni, nyitott füllel járni, meghallani azt, hogyha valaki netán sántít, akkor én erősítsek rá, tehát próbáljuk meg egymás hibáit, egymás nehézségeit kiküszöbölni, ne legyen az látható. És jó lenne, hogyha ezt nem csak itt a kórusban, hanem a magánéletben is tovább tudnánk vinni, és azt mondani, hogy igen, merünk a másik emberre odafigyelni, meghalljuk a lelkerezdülését, meghalljuk az örömeit, meghalljuk a bánatait, és megpróbálunk vele együtt örülni, vele együtt sírni, ha kell. Hogy nem egy fiatal kórus vagyunk, viszont egyedüli elhalálozás Őrvesi Borbála Birike néni volt, aki kórustagként az Úristen magához szólította. El is úgy érzem, az Úristennek a gondviselése, hiszen vannak köztük idősebb emberek is, vagy akár nem csak az idősek, hanem magunk a fiatalokból is, bármikor az Úristen elszólíthatna magához, és ez egy csodának élem meg ezt, hogy egyetlen már egy alkalommal történt ilyen.
próbák azok nagyon jó hangulatban zajlanak mindig. Köszönjük ezt Pista bácsinak, hogy általában egy-két viccel mindig megfékele, amikor egyszer lehet. Komolysággal veszünk részt az alkalmakon, de mégis a lazaság mellett törekedünk arra, hogy egyre jobb színvonalon énekeljen ez az énekkar. Hiszen a kezdetén nem volt könnyű, akár egy szólamra sem együtt elénekelni azt a kis dalt, hogy egy forma tempóval, egy időben, egy forma hangerővel, hogy ne lógjak ki a sorból, hanem ott legyek. Tudjam, hogy hol vagyok, találjam meg a kottámat, mikor kell fordítani, hogy fogom meg a kottatartót. Mert ezek mind tartozik, hogy annak, hogy egy énekkar hogy néz ki a színpadon, mit nyújtja a közönségnek. Igen, amit én nagyon sokszor mondok, hogy minél többet mosolyogni a közönség felett, ez úgy érzem, hogy a szék embernek kicsit olyan nehezen megy. Hogy a bezárkozottabbak vagyunk, mert sok esetben az, amit sugallok, mert a zene az ugye az általában vizuális ott van mellette, mert látom, hogy mi történik a színpadon. A karmester a háttal egyedül, de a többiek, a kórustagok szemben vannak, és mi az, amit át tudok nyújtani a többieknek. Én megköszönöm a jelenlegi kórustagoknak azt, hogy ilyen lelkesen, ilyen hűségesen végzik ezt a munkát, ilyen jó hangulatba, és azoknak is, akik valaha kórustagok voltak ebben az énekkarban, és arra biztatok mindenkit, hogy akinek még a hangja gyenicskét tart, az bármikor nagy szeretettel visszavárjuk, hiszen van hely bőven az énekkarban, és jöjjünk és énekeljünk, és érezzük jól magunkat, mert egy fontos lételemünk az éneklés. Emlékezzünk vissza annak idején őseink, ha kapáltak, ha kalákába mentek, esténként kukoricafosztás közben énekeltek. Mi ma egyre kevesebbet énekelünk sajnos, és az is lehet, hogy ezért van az, hogy egy kicsit ilyen savanyú emberek kezdünk lenni, mert a vidámságot magunkból nem ébresztjük fel, hanem hát el vagyunk foglalva, tényleg, hogy mindenkinek nagyon sok dolga van, de próbáljunk meg több zenét hallgatni, többet énekelni, és közösségbe járni, hiszen nagyon-nagyon fontos dolog, mert ezek a kórusnak, akik elmondják, hogy például Géza bácsi mondja, szeptemberben kell érkeznünk, annyi dolgom van, de alig vártam, hogy már a próbák megkezdődjenek. Mert fontos az, hogy közösségben legyen, hogy itt legyen, hogy jól érezze magát. Én megköszönöm szépen mindenkinek, és különösen Rékának kell megköszönjem ezt a mai alkalmat, akit ide is szólítok magam mellé, hiszen ő a mai alkalomnak az egyik mozgatórugója. Igen, Réka, igen, gyere, légy szíves. És nagyon fontosnak tartotta Réka azt, hogy ezt a 10 éves jubileumot ezt összehozzuk, és így, ahogy most itt együtt vagyunk egy kis családban, együtt örvendezzünk, emlékezzünk, és együtt ünnepeljünk, hiszen tényleg 10 év az nagyon hosszú idő. Amikor a kórus elindult, akkor senki nem tudta azt, hogy milyen távlatokig fog elmenni ennek az élettartama, mert annak ide, amikor a tiszteletes úr Kovács nevette felhívót, azt mondta, próbáljuk meg. És hál' Istennek ebből az akkori megpróbáljukból most már 10 év ott van a hátunk mögött. Úgyhogy Réka, megköszönöm neked ezt a mai alkalmat tényleg, hogy ilyen nagyon szíveden viselted, és nagyon akartad, hogy ez megtörténjen és meglegyen. Minden mellett, hogy neked is van most már, hál' Istennek, másik elfoglaltságod, ami lehet, hogy fontosabb, mint az énekkar, de ezt nagyon lelkesen végezted közöttünk. Köszönjük szépen is. Egy csokor virággal szeretnék ezt neked meghálálni. Azért fontos nekem kórusra járni, mert nagyon fontos dolgokat juttat eszembe. A kórus egy kicsi közösség, ami olyan az együtt, a munka is, amit együtt végzünk, mint a társadalomnak egy leképeződése. Nagyon-nagyon igényel, mint embert. Igényel, hogy abba, hogy a legjobbat adjuk magunkból, figyeljünk a többiekre. Emlékeztet arra, hogy egyedül sokkal nehezebb, vagy talán nem is lehet bizonyos dolgokat jól megcsinálni. Teszem azt, hogyha az alt részét elénekelem egy dalnak, akkor az elég viccesen hangzik, vagy unalmasan, de amikor az összes többi szólam is ott van az enyém mellett, a miénk mellett, akkor egy szép összhang sikeredhet belőle. Ez sokszor eszembe jut kóruson, amikor így figyelek, hallgatom a többieket, figyelmeztet arról, hogy alázatosan kell hozzáállni minden elvégzett feladathoz, figyelmeztet arra, hogy
hogy nekem is hozzá kell tennem teljesen a részem, mert hogyha én elpoénkodom azt a kicsit, ami az én részem, és lehet, hogy éppen a másik sincs mellettem olyan jó formában, akkor az összhangot rontjuk el ezzel. Ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy én is fontos vagyok, mert az, amit én hozzáteszek, az is kell oda. Jó hétről hétre találkozni azzal, hogy tulajdonképpen mi is a szerepünk a világban, és mindeközben jó nagyot énekelni is, olykor poénkodni is, megismerni egymást. Ez a másik fontos fele, persze ez is, azt gondolom, hogy már sokszor hallottátok, de tény, hogy összeismerkedtünk egymással. Az elején idegenek voltunk, tehát hogy jó, találkoztunk az úton, köszöntünk, csókolom, viszontlátásra, szia, de igazából nem tudtuk, hogy az az arc, az a név, az kit föld. Ki az az ember, aki ott van mögötte? Persze tele vagyunk előítéletekkel, tele vagyunk félelemmel sokszor, és azzal, hogy hétről hétre ide jártunk a próbára, végül is lassan megnyíltak ezek az emberek, láttuk egymást jó és rossz helyzetekbe, élethelyzetekbe. Én személy szerint olyankor kerültem a kórusba, amikor az életem kvázi romokba hevert, vagy hogy eléggé elveszett voltam, és időközben a kórus szeme láttára, vagy a kórusba létezve alakultak új helyzetek, adódtak újdonságok, jó dolgok az életembe, amit meg is ünnepeltünk együtt a kórussal, például a tavaly volt az esküvőm, ahol a kórus meglepetés éneklést szervezett, hogy volt pityergés ezerrel, mert hát nagyon megérintett a dolog. Úgyhogy oda jutottunk, hogy végül is osztozunk egymás örömében és bánatába, sőt a hétköznapjaiba is. Minden szerdán az itt a kórus próba mellett adódik két pillanat, amikor elmondjuk, hogy kivel mi van nagyjából, és persze mindenkivel nincs alkalmat beszélni, de azért úgy vigyázgatunk egymásra, most már úgy érzem. Mi csak az Úr megtartja életem, tetten és szom, őt állja szüntelen, őnyig ízen, most újom dolgalom, nem győz a bűn, megváltott lelkemen, mert Jézus vér, ő oldalom nekem, meglátom őt a mennyben egy forrón. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy meghívtak erre az eseményre, ugyanis a 10 éves évfordulónt magaménak tekintem. Én is együtt ünnepelek a kórustagokkal, a Harmónia Vegyeskar volt és jelenlegi tagjaival, ugyanis a kórus életében az első 5 évet mi magunk is itt éltük együtt közösen a csapattal, sőt a kórus megalapításában is tulajdonképpen részt vettünk. Mondhatnám azt, hogy a kedves feleségem ötletéből, gondolatából pattant ki, aztán úgy körvonalazódott, hogy mire is van szükség. Hát ezt így az elmúlt 10 év azért bebizonyította, hogy valóban szükség volt ennek a közösségnek erre a kórusra, erre a kulturális és ugyanakkor közösségi élményt biztosító együttlétekre. Egyrészt az embereket kimozdítja a kényelmes komfortzónájukból, tehát kimozdítja otthonról. Van egy újabb lehetőséget ad, ugye, hogy közösségben éljenek, tehát hogy megtapasztalják a közösség élményét. De hát ugyanakkor arra gondolunk, hogy egyrészt a kultúránkat, egyrészt a zenekultúráját is ezzel nem csak ápolják, hanem éltetik, és ugye valamilyen szinten továbbadjuk. Itt
ha csak a zsoltárokra, vagy a különböző 15-16-17. Századi zsoltárokra gondolunk, amiket szoktunk énekelni, vagy a népdal feldolgozásokra. Hát ez egy olyan érték, egy olyan örökség, amit mindenképp értékként kell számon tartani. És hát nem beszélve arról aztán, hogy a kis közösségeknek, tehát itt a kis falvaknak az egyik kulturális életét megmozgató és a kulturális életét a hátán cipelő közösségről van szó. Ugyanis bármilyen nemzeti ünnepünkre vagy egyházi ünnepeinkre gondolunk, ezek a kórusok, többes számba mondom nyilván, mert a Kökösiről, a jelen pillanatban az Árkosiról is beszél, de beszélhetünk itt a szűkebb vagy tágabb a környékünkön lévő kórusokról. Ezek minden ünnepségen ott vannak, és tulajdonképpen egy színfoltja az egész ünnepünknek. Én nagyon örvendek, és mindenek előtt hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy itt lehetek most, amikor a Kökösi Harmónia Vegyeskara 10. évfordulóját ünnepli. Egy olyan alkalom, amikor együtt van a közösség, visszatekint az elmúlt évekre, hálát ad a Jóistennek a megtett útért, és egy ünnepi alkalomból erőt merít, hogy a jövőben is tudják szolgálni azt a nemes célt, amit eddig is tették. Én úgy gondolom, hogy a Kökösi Harmónia Vegyeskarnak a jelenléte a közösség életében az egy értékteremtő, értékápoló és ugyanakkor a közösséget formáló erő. Ők azok, akik gyakorlatilag ugye az egyházközségeknek a rendezvényei, mint a falunak a rendezvényei mindig jelen vannak, és az énekkel dicsérik nem csak a Jóistent, hanem azokat a szép és közösen megélt pillanatoknak megadják a lelki töltetét, amikor együtt van a közösség. Lelkészként a legfontosabbnak azt tartom, hogy ez a Kökösi Harmónia vegyes kar, ez minden szempontból vegyes. Vegyes a felekezetekre való hovatartozástól függően is, és mégis jó leső érzés az, hogy minden közös ünnepet úgy tudunk megünnepelni, hogy a kórus együtt ünnepel, együtt énekel, a falu életében így van jelen. Elmegyünk, igen, minden felekezet templomába, ahova egyszer tehetünk, idősek vasárnapján, március 15-én, falu ünnepen mindig fellépünk és éneklünk, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert hogy ezek a falu ünnepek a templomba kezdődnek, és a hivatalos ünnepi formája az mindig Isten tiszteleti keretben van foglalva. És ez nekem lelkészként egy óriási dolog, hogy például a falunapot is Isten tisztelettel kezdünk. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon jó érzés. Nem mindenütt tudják ezt megtenni, vagy nem is akarják talán, de ez a közösség ezt szokta meg, és lelkészként ez mindenképp sok erőt ad nekem. Mindig öröm volt, mindig egy felszabadító érzés volt az, ha énekelhetek. Viszont azt, amit a kórusban való éneklésben megtapasztaltam, az ennél sokkal több. Hiszen meg kellett tanulnunk azt, hogy nem csak önmagamra figyelek, hanem társamra, kórusvezetőre. Csaba egy nagyon-nagyon profi karvezető,
és ugyanakkor nagyon jó emberismerő is, igazi emberséggel bánik a kórustagokkal, türelemmel, alázattal végzi a munkáját, akinél kellett, ott bátorított, ahol kellett, ott megszólított, de mindezt úgy tudta csinálni, hogy attól senki nem érezte rosszul magát, sőt, elfogadtuk, hogy ez így van rendben, és ettől még jobban oda tettük magunkat. A közösségi életben lenni a kóruson keresztül megvalósult számomra. Jelen lehetek a falu eseményein, falunapok, idősek vasárnapja, március 15-i megemlékezés, de ezen kívül még képviseljük a falut a kórus találkozókon, rendszeresen járunk Ijefalvára, mondhatnám azt, hogy testvér kapcsolatunk van az Ijefalvi kórussal, Kossuth bálba hívnak minket március 15-én, mi a karácsonyi koncertünkre meghívjuk. Ez arról szól, hogy közösen is énekelünk, külön-külön is, egymást megvendégeljük, meg utána szórakozunk is. Gondolkodtam azon, hogy milyen lenne, ha nem lenne most a kórus. És hát nem szeretném. Úgy érzem, hogy szegényebb lennék a kórus nélkül. Volt egy nagyon rövid időszak, amikor hiányoznom kellett, és az nagyon-nagyon rossz volt. Sose felejtem el azt az idősek vasárnapját, amikor úgy voltam jelen a templomban, hogy társaimat, kórustársaimat a padban ülve hallgattam, küszködtem a könnyeimmel, örültem nekük, hogy énekelnek, de rossz volt az, hogy én nem lehetek köztük. Életem részévé vált a kórus. Jó ott lenni, öröm, az együttlét, az együtténeklés, öröm és egy igazi felüdülés az, amikor móka is van benne, születésnapok, névnapokat megüljük, család vagyunk, merem ezt így kimondani. Én azt kívánom. Elsősorban Jakab Csabának és az ő családjának, aki mellett áll, támogatja őt ebben a munkában, hogy az Isten áldása legyen az életén, az életüken, adjon erőt, egészséget, hogy továbbra is tudja folytatni velünk ezt a munkát. Ugyanakkor mindannyiunk életére, jelenlegi volt kórustársak, eljövendő kórustagok életére erőt, egészséget, hogy élni tudjon a kórus, és hogy értékként tudjuk átadni a jövő nemzedék számára ezt, hogy legyen jövője is. Mivel hogy én is pedagógus vagyok, úgy általában a falusi életben a pedagógusokat beszokták vonni a közösségbe, a kulturális tevékenységekbe, és így kerültem én is ezelőtt 4 vagy 5 évvel már, pontosan nem tudom a dátumot, mindenképp a kisfiam születése után, a kórusba. Több alkalommal meghívtak, több alkalommal üzentek, a kolléganőm is, volt kolléganőm, akivel tanítottam, én már kórustag volt, és ő is mondta, hogy szívesen látnának, és szükségük van még tagokra, de nagyon bátortalanul indultam. Nem tartottam attól, hogy esetleg nem fognak befogadni, nem fogok tudni beilleszkedni közéjük. Végül a férjem, hogy látta, hogy nagyon bátortalan vagyok, így egy pár kórus próbára egy olyan körülbelül fél évet úgy eljárogatott velem, hogy egy kicsit megbátorodjak, és az ő mondása szerint ragadjál ott. És így ragadtam én a Kökösi Harmónia vegyes karban. Most így, ha visszagondolok, egy kicsit bánom, hogy nem az elején, az első meghívásra tettem eleget, hiszen nagyon nagy szeretettel, örömmel, melegséggel fogadtak. Tehát attól eltekintve, hogy különböző szakmákban dolgozunk, különböző területeken, a kórkülönbségek is meg vannak oszolva, attól eltekintve egy nagyon összefort közösségbe csöppentem be, első perctől elfogadtak, és nagyon jól teltek ezek a kórus próbák. Néha nagyon fárasztó eljönni próbákra, hiszen otthon, ott van a család, ott van a munkahely, fel kell készülni, viszont nem tudnám kihagyni, tehát annyira a lelkemen hordom, hogy valamit csinálok, végre beilleszkedtem abba a közösségbe, hiszen nem vagyok ide valósi, és hogy tudok valamit csinálni a közösségért, én is részese vagyok ennek a közösségnek, úgyhogy nem tudom kihagyni a próbákat. Tehát sokszor, úgy, ahogy mondtuk a színpadon is, hogy unottan és fáradtan ott ülünk, és Csaba szegény próbál lelket rázni belénk, hogy kicsit felébredjünk, akkor is jövünk.
Nagyon szeretem azt, hogy a kolléganő is elmondta, és többször elhangzott az, hogy egy kis család vagyunk. Tehát nem csak összeülünk, énekelünk, és utána mindenki megy haza, hanem viccelődünk, ünnepelünk születésnapokat, névnapokat, fontosabb eseményeket. Ha valami bánatunk, problémánk van, azt is meg szoktuk osztani, ugyanúgy a jó híreket, az örömöket is mindig megosztjuk egymással. Olyan kóruspróba nincsen, hogy ne énekelve menjek haza. Nekem az ének, a zene az nagyon ott van az életemben, nagyon fontos része az életemnek. Én reggel úgy nem kellek fel, hogy a rádiót legalább benne kapcsoljam, hogy halljam a zenét, vagy bekapcsolom akár a laptopot is, már reggel van Szabóiknál bőg a zene. Ugyebár az iskolában is most tanítóként dolgozom, rengeteget énekelünk a gyerekekkel, ott vannak a zeneórák is, de azon kívül is. Tehát nekem ez egy létfontosság. Én nagyon örvendek, hogy olyan emberek közé kerülhettem, akik ugyanezt érzik a zene iránt, szeretik, tehát látszik, hogy lelkesen csináljuk. Az elején bár bátortalanul indultam, nagyon sokszor hagyakoztam hajnalkára, hogy amikor nem tudtam egy részt, akkor csak úgy lehalkultam. Ma már 4-5 év után már odajuttam, hogy most már bátrabban énekelek. Próbálok Csabának az utasításaira figyelni, aki mindig nagyon türelmesen elmagyarázza, elmondja, hogy hogyan kéne, hogy kell levegőt venni, melyik résznél kell jobban odafigyelni, és próbálom követni az utasításait. Mindenképp nekem nagyon sokat jelent, hogy a kórusnak a tagja lehetek, és velük együtt ünnepelhetünk, énekelhetünk minden alkalommal. Nagyon örvendek, hogy eljutunk idáig, hogy már 10 éves a kórus, és remélem, hogy még nagyon sok 10 év lesz, és hogy a régi tagok is, akik többek közt a férjem is részt vettek a kórus életében, azok újból csatlakoznának hozzánk, hogy valami még szebbet tudjunk építeni. Rosszmaringos kiskola, pont fel a lakaskola, szóval beszélgetem a szegre, sajnál gyerek, hallom évig, nálam évig, szállam, pont megveszem a fejembe, majd megveszem, majd elvigyézem, nem elvigyézem, szabadságos még ne felejtsd, szabadságos még ne felejtsd, mivel hogy nagy lokálpatrióta vagyok, az őseim csak a tudtom szerint 200 éve itt laknak. Valósággal irigykedtem, mikor a 90-es években elindultak ezek a mozgalmak, minden falunak fuvolzenekara, kórusa, tánccsoportja, szinte irigykedve néztem ezeket. És elhatároztam magamban, hogyha itt valami fog lenni olyan, amiben én hozzá tudok járulni, akkor minden további nélkül oda teszem magamot. És ez így van a mai napig is, hál' Istennek, s ha ad az Isten egészséget, akkor amíg tudom teljesíteni azt a minimális követelményt, addig jövök. Mi vagyunk talán az egyetlen család, akiből 3 tag van a családból, a leányom, a feleségem, s én. Na. A drága jó apám, aki egy nagyon jó, nótáskedvű, egyszerű parasztember volt, építőmester még ráadásul, aki akár a kocsmába is elment énekelni, és az én gyermekkoromban még a mulatságok, a vendégségek, talán még egy keresztelő is úgy volt, hogy nótacsokorral végződött, az atyafiak összeültek, a komák s egyet nótáztak, és ezt én már gyermekül hallottam, egyébként nekem is a magyar katonadalok a szívem csücskáját. A szőr feláll a hátam, amikor hallom valamelyik dalárdát, amely katonanótákat fúj. Hát így nemrég volt ez Parajdon, mikor a gyimesi férfi dalárda az Ördög Szekér zenekarral énekelt, én hál' Istennek, hogy jelen lehettem. Hát azt az élményt azt nem lehet leírni. Vagy például kórus találkozókor most voltunk
Szentgyörgyön, és utána Uzonban, az Uzoni Kovácsnál volt az eszem iszom, és a végén Kalamen Olpar, aki ugye Hagadus, meg egy kisebb zenekara van, mikor már mindenki áhúzódott, akkor a magja ott maradt, és Alpárék húzták a nótát, és akkor sorra vettük a katonanótákot, mit tudom én, a vidékek szerint is karotaszegi, mit tudom én, mezőségi nóták voltak, udvarhelyszéki nóták voltak, és hát ezek a legnagyobb élmények. De mondom, a családból jön az egész, tehát kell találkozzanak az emberek, baráti kapcsolatok kell kötessenek, és nem online, ezt én bizonyítom, hogy így van, és őrizzék meg az őseiknek a hagyományait. Szinte bele vagyok betegedve, amikor elmegyek egy mulatságba, szinte kinézik, ha valaki nótázni akar, vagy valami. Szinte már nincs is ilyen például egy vendégségben. Aminek az egyharmada az én gyermekkoromban még arról szólott, hogy nótáztak, mindenki elfújta magáét, vagy együtt fújták el. Szóval ez így volt. Na. Én azt mondom, hogy a fiatalok a hagyományokra nagyon ügyeljenek, és hagyják ki valamennyire ezt az online ismerkedést. Mi hátán voltunk testvérek, Holbisból, édesapám énekért is, és a gyenge bandalból hegedült is. Na. Abban az időben voltak tolfosztók, törőbuzobontók, kiartunk az kapu elejébe. No. Fiatalok táncoltak, énekeltek, ez volt az a divat. Ezelőtt még a régi időkben még Szőcs Dániel zenetanár, nem tudom hány éve volt itt, és akkor olyan koros volt Kökösben, hogy 36-on is voltunk, komolyan mondom. És akkor már abban még feleségem is benne volt, aztán az a koros aztán megoszlott, vége lett a korosnak, most eljöttem én is. Kipróbáltak, de Pista bácsi magának jó erős hangja van, de ide figyelj! Nem úgy, hogy elmegy kocsa, hogy énekelek, hogy ki vagyok én. Igen, figyelj, mit mondok én? Azt mondja, hogy holkon, és olyan szépen énekel, hogy én mutatom, nem, hogy megmutassam, ki vagyok én. Aztán úgy belé igazodtunk, hogy most is a kántor azt mondja, álljak úgy, hogy a két nő között lásson engem, vagy lásson hangomat. Aztán most van olyan szemüvegem, hogy lefélre is látok, félfelé is látok. Nézem és nézem, közben a kantor úr is félnézem. Itt egy Pista bácsi. Jól van, Pista bácsi. Azt mondta volt egy időben, hogy a kórusban, mondjuk, hogy a kórustok általában 60-70 évig még megy a hangig. 70-en túl nem is. Na tisztelt, hogy kantor úr, mondom, 79 vagyok. Mikor álljak ki? A Pista bácsi, én meg szólok magának, mikor többet ne jön. Mindenki hűr az Úr, mindenki hűr az Úr, mindig látom én az ő nevét, mindenki hűr az Úr, minden jóval Attila volt a zenetanárom, aki mondta, hogy kislány, tehát a szoprán vagy, kellene énekelni kórusba, és akkor azért kerültem ide a szoprános szólamba, és a másik pedig az, hogy nagyon jó a férjem, aki főz,
hogyha úgy van, tehát a vacsorát is elkészíti, hogyha nekem nem sikerült, hogy összejöjjön. És a másik pedig az, hogy így nem nehéz kórusban akkor járni. És tényleg a kornagyunk Jakab Csaba nagyon ügyes szakember, tehát véleményem szerint nagyon-nagyon jó szakember, és odaállott mellénk, hogy ez a kórus működjön, és tényleg nagyon színvonalasak vagyunk, tehát örökétig mindig mondják, hogy a kökösi csapat egy kemény csapat, hál' Istennek, úgyhogy a kitartás, a kórusba járás, tehát az az egyik legfontosabb, hogy a kitartás, a türelem, csapatba beilleszkedni, csapatmunka. És a csapatmunkáról még annyit szeretnék még említeni, hogy ez a Sacika, a mi kórus anyánk, hogy így mondjam, hát nagyon-nagyon mellénk áll ő is, és mindenben támogat, és nagyon-nagyon szeretünk akkor egy kórusba járni. Tehát tényleg elmondhassuk azt, hogy már egy hónapi vakáció után már nagyon hiányzott a kórus, és akarunk jönni a kórusban énekelni. És amióta Sárika itt is van a csapatban, van nyáron olyan, hogy a kórus elmén közösen kirándulni, tehát nyári kirándulás. És ez egy jó dolog. Tehát ez a csapatot még jobban összekovácsolja, és így akkor olyanok vagyunk, mint egy nem csak csapat, hanem mint egy kisebb család. Szeretünk ezért kórusba járni és énekelni, hogy egymásra tudunk figyelni, és a szólamok is meg tudnak szólalni, tehát a szopránó. A szopránban, az alt, az altban. Az az egyedül egy gond, én ahogy látom, hogy kevés a férfi. Tehát három-három férfi. Vista bácsi egyik legidősebb, de ő amellett, hogy idősebb, nagyon jó hangja van, és mindamellett látszik rajta, hogy szeret énekelni. Tehát ez is a kórusban mellettünk kell szóljon, hogy szeretünk énekelni kórusban, akarunk énekelni kórusban, kitartók akarunk lenni a kórusban. És akkor így eltelik, így egy pillanat alatt eltelik a tizé. Ebben a harmónia kórus csapatban úgy vagyunk, hogy a legtöbbünk reformátusok vagyunk. A református fellépéseken is nagyon nagy élményeket nyújtottunk, de szívesen elmentünk az unitárius fellépésekre, és bizony nagyon-nagyon sok helyen, tehát, ahogy mondta kornagyunk, a 85-88 fellépésünk, ez mind a mellett szól, hogy bárhova kellett menni, szívesen elmentünk. És ezek nagy-nagy élmények voltunk, mikor 330-an énekeltünk, és 14 kórus is szerepelt egy nap, és azt végighallgattuk, nagy élménybe volt részünk. Úgy gondolom, hogy elérkeztünk egy mérföldkőhöz, ami mellett meg kell állni. Meg kell állni, és el kell gondolkodni, hogy hú, hát mi abból a... Gyertek, milyen jó lenne, hogyha lenne egy kórusból, eljutottunk odáig, hogy 10 éve vagyunk, és jól vagyunk, úgy gondolom. Fejlődgetünk is a magunk módján. Ez az egyik. A másik az, hogy én nemrég lettem anya, úgyhogy a távlatok azok most nagyon, nagyon érdekelnek engem, hogy mit hagyok, mit hagyunk magunk után, mit hagyunk a következő generációnak, és szeretném, hogyha a kórus ott lenne alternatívaként majd a lányomnak is. Én a szüleimmel együtt járok kórusra, és nagyon élvezem ezt a felét is. Úgyhogy szeretném, hogy egyszer majd az én lányom is, ha akar, akkor hadd lehessen kórustag, mert van kórus. És mert édesanyám, nagyapám, és nagyanyám is ott éneket, hát ha neki is lesz kedve hozzá. Oh, okay.
Az egész kökös nem állhat fel ide, és elmondja, és próbálom helyettük megtenni ezt, hogy nagyon hálásak vagyunk a karvezetőnek, hogy 10 év alatt, hogyha lehet, akkor kökösi csinálnak belőle, és annyira nem voltunk múlik, hogy, hogy ezzel nem tehetünk, de dolgozunk rajta. De ugyanúgy hálás vagyok azon, hogy most örülök, hogy Sztáncsú Krisztina itt volt, akit most láttam el először a kórusban, és nagyon örülök neki. De ilyen nagy élmény volt az, amikor Andris valahogy a kórusban kezdett rendesen járni, és nem csak kisegítette a kórust, akkor amikor nagy szükség volt rá. De hogy Eszter és Ős haza járnak Szentgyörgyről kórus próbára és fellépésekre, de ugyanúgy az, hogy azok, akik nagyon sokat dolgoznak, és ez nekik a legfontosabb említésük, hogy nagyon sokat dolgoznak, reggeltől esti Géza és János bácsi, abba hagyják a munkát egy valami hétfő esténként, egy órával, 2 órával korábban, most pedig szerd esténként, és eljönnek ide. És a mindenki más, aki nem, nehogy azt gondolják, hogy a többiek, akik a másnapra való felkészülést hagyják abba, vagy mások, akik az esti dolgot hagyják abba azért, mert ide kell jönni, nem hoznak áldozatot. És hál' Istennek van a 17-en, úgyhogy mindenki nem sorolok fel, de hogy mindenkinek személy szerint is hálás vagyok. De ugyanakkor hálás vagyok ennek, ahogy el is énekelték ennek a 10 évnek. A nyugati társadalmakban a kis közösségek azoknak akkor működnek jól és akkor életképesek, hogyha minél kevesebb közük van az államhoz, pénzforrásokhoz, legyen az bármilyen Európai Uniós, vagy pedig világbankos pénzforrás, vagy akár kormányzati, vagy önkormányzati, ha, és képesek előteremteni saját maguk az eszközöket, a forrásokat, valamint az akaratot is felmutatni, hogy egymásért közösen cselekedjen. Ez az, ami hát az iskola példája az Egyesült Államoknak az önkormányzatisága, ahol nincsen, vagy nagyon kevés a központi költségvetési juttatás, ott tulajdonképpen abból élnek, hogy minden közösségben vannak tehetős emberek, akiknek fontos a közösségi élet, és vannak tenni akaró emberek, akik tesznek a közösségi. Tehát ennek a kettőnek a találkozásából írtok. És hogyha minden olyan jól történik, ahogy szeretnénk, akkor lesznek 10 év múlva tehetős emberek, lesz erős egyházak, lesznek erős egyházak, és lesznek akarni, tenni akaró emberek, akik úgy meg tudnak szerveződni kórussal, önkéntes tűzoltókkal, ifjúsági szervezetekkel, nyugdíjas klubbal, kismama klubbal és mindenféle olyan szinte informális szerveződéssel, ami lefedi tulajdonképpen a közösségi életet, hogy ne legyenek kiszolgáltatva semmiféle hatalmi pénzforrások, még csak a pénz szempontjából sem. És ezt kívánom a kórusnak, ez az első lépés az, hogy legyen belőle egyesület, az, hogy vállaljon többet, mint az éneklés, persze ezt el kell dönteniük, hogy akarják-e, vagy nem. Legyenek a kultúra szervezőknek, a kultúra szervezésnek a magja, ami egyébként is rajtuk áll, csak éppen ez idáig nem történt meg, hogy a felelősség átruházódjon. De hosszú távon mindenképpen ez az egyetlen járható, hogyha azt szeretnénk, hogy olyan közösségünk legyen, amilyen valamikor volt, vagy amilyenre emlékszünk, vagy amilyen szeretünk. Legyen még sok olyan alkalom, amikor lemosolognak a színpadról, most már ugye tudjuk azt is, hogy a hallgatóinknak a segítségével. Legyen az is, hogy cserélődjön le a Renault Megán sokszor, és még örökké kökösbe kelljen ingázni, vagy pedig itt eladó lesz ez a ház, és megveszi a kardot, és a
Földön, ne legyen túl messzire, és örvendeztessék meg a köpösieket és a országvilág hallgatóságát innét többször. Sok sikert, és Isten éltessen, Isten éltessen. Igen, tényleg, hogy mondtam, annyi szeretetet, annyi jó ember lesz tőlük Kökösbe, hogy nekem mindig felüldülés, mikor Kökösbe jöhetek. Kóruspróbára vagy fellépésre, közétek, közéjük, hiszen mindig feltöltődve megyek haza, jó hangulatban megyek haza, és fontos elmondani azt, hogy nem nyűg. Az nagyon rossz dolog, mikor az ember a hátán cipél valami súlyt, amit a kórus csoportban is leírtam, hogy volt a kórus életében időszak, ugyanis próbáltunk fejlődni egy szólam, két szólam, három, négy szólam, hogy éreztem, mintha valami súly lenne a kezemen. És egy jó ideje, hanem jó három-négy éve ezt nem érzem. Tehát karat és közben nem érzem azt, hogy merebb lenne, laza lett. És ez annyira fontos, mert ez azt jelzi, hogy megismertük egymást, a bizalom kezd egymás felé kialakulni, és ez nagyon jó érzés, hogy lazán lehet ezt vezetni. És nagyon jó itt lenni nekem minden alkalommal. Még egyszer köszönöm szépen. És azt szeretném úgy venni, hogy mindenkinek egy remis feladat, jó? Látos, hogy megtartjuk a szüli napokat. Az egy nagy buli. Mert mikor később megyek, hangasz a feleség, úgy megint szüli napokat.